Sziasztok! Szeretettel köszöntelek benneteket. Mária vagyok, az Anami program egyik oktatója. Az Anami program bárki által végezhető erős energia gyakorlatok, amelyekben a mozgást, a légzést és a figyelmet, a koncentrációt használjuk. És már nagyon sok ember életében ez a program hozott pozitív változásokat és eredményeket. Ha többet szeretnétek róla megtudni, akkor a www.anamiprogram.com weboldalon nagyon sok információt és tudnivalót megtaláltok. És amiről szeretnék ma nektek beszélni vagy elmondani, ez egy saját tapasztalás. A figyelemről, illetve a figyelmetlenségről, és hogy ez milyen változáson ment át nálam, illetve honnan indultam, és hogy változtatta meg az Anami program nálam ezt a dolgot. Gyerekkoromban, kisgyerekkoromban emlékszem, hogy elég sokat hallottam, főleg a szüleimtől, hogy ez a kislány nem tud nyugodtan leülni, nem tud játszani, nem tud babázni, mindig csak szalad, mindig csak fut, rohan. És ez valóban így van. Vagy így volt. Én akkor nem értettem, hogy miért mondják. Én úgy gondoltam, hogy hát ez teljesen normálisan működött. És tényleg így visszagondolok, hát nem is volt nekem játékom. Mert annyira nem tudott semmi lekötni, meg nem tudott semmi ott tartani, hogy hát a kedvenc játékom a szaladni, futni, fogocskázni, biciklizni, tehát egy pillanat nyugalmam sem volt. Most már így utólag, ahogy visszaemlékszem, ez valóban így volt. Aztán jöttek az iskolás évek. Na hát, az számomra horror volt. Egyrészt elég nehéz volt nyugodtan ülni a padban. Nehéz volt az órán figyelnem, rajtartanom hosszabb ideig, különösen 45 percig a figyelmem a tanáron, az anyagon, a tanulnivalón, és nehéz volt utána hazamennem, és otthon elővenni a könyvet, és ismét rajtartani a figyelmet, hogy én meg is tanuljam azt a dolgot. Nagyon sok feszültség, indulat jött fel, türelmetlenség. Úgy voltam ezekben az időszakokban, hogy ha valamit rögtön nem tudtam, akkor azt dobtam félre, és nem volt hozzá türelmem, hogy én azt megtanuljam, hogy a mélységeit megismerjem. Egy olyan állandó feszültség és vibrálás volt bennem, ami egyszerűen ezt nem engedte meg, és automatán ez a feszültség irányított. Hát elég szenvedős volt emiatt a tanulás és a tanulási évek, és állandó félelem és rettegés volt bennem, ugye ezek alapján osztályoztak, hogy ki hogy tud szerepelni, és hát a félelmeimet és a feszültséget és a bennem levő stresszt, ezek a megfelelések még inkább fokozták. Úgyhogy ha abban az időszakban, a 1960-as években ismerték volna ezeket a kifejezéseket, vagy használták volna, hogy hiperaktív, meg diszlexia, akkor én ezeket a címkéket kaptam volna meg. De hát akkor még nem voltak ezek használatban, ezek a kifejezések. De most így utólag rálátva látom a működési módomat, hogy hát ezek, így működtem. És hát nem volt így ezáltal. Nem éreztem annyira jól magam, sőt, egyáltalán nem éreztem jól magam a bőrömbe. És egy állandó feszítettség és stressz és uralt, és a teljesítésem sem volt olyan, ahogy szerettem volna. És emiatt az iskolás években még inkább bántottam is magam, hogy nem tudom olyan gyorsan, vagy olyan szinten hozni az eredményeket, ahogy mások, vagy ahogy szerették volna tanárok, vagy ahogy én szerettem volna. És hát egy erős leértékelődés is elindult épp ez miatt, hogy hát nem tudok úgy teljesíteni, mint ahogy a világ, vagy az iskola elvárja, pedig a tőlem telhető tényleg megtettem. És hát a felnőtt életemben
a sorsom, az életem, elindította már azokat a folyamatokat, hogy legyek egy kicsit nyugodtabb, türelmesebb, bármi tevékenység, vagy tanulás, vagy házi munka, legyek ott hosszabb ideig vele, türelemmel, adjam meg az időt, hogy tanuljak meg dolgokat, ne várjam el magamtól, hogy rögtön tudjam, mert ez nem így működik. Az életem már elindított ebben az irányban, de az igazi áttörés és az igazi változás akkor kezdődött, amikor az Anami programban elkezdtem gyakorolni. Már az első óra után éreztem, hogy sokkal lenyugodtabb, higgadtabb, türelmesebb vagyok. És ezek az időszakok egyre hosszabb időre terjedtek ki. Nem csak abban az időszakban, amikor gyakoroltam, vagy órán részt vettem, hanem észrevettem, hogy egyre huzamosabb ideig tudom ezt a jobb állapotot fenntartani. És ez megint csak azt tudom mondani, hogy az életem minden területére, minden tevékenységére észrevettem, vagy vonatkozott. Aztán, ami következett, hogy a figyelem. A gyakorlások elején elég nehéz volt a figyelmemet megtartanom a testemen, a légzésen, vagy a feladaton. Még nagyon jó volt, ha az oktató emlékeztetett rá, hogy maradjon itt a figyelem, ne kalandozzon el. És a gyakorlások hatására észrevettem, hogy a figyelmemet is egyre jobban, egyre könnyebben meg tudom tartani magamon, a gyakorláson, a gyakorlaton, a testemen, és ez a figyelem megtartás már az életem más területén is megnyilvánult. Bármi más tevékenységet, vagy tanulást, vagy olvasást, vagy egyszerűen akár fizikai munkát végezve, vagy házmunkát végezve is. Azt vettem észre, hogy nem kalandozik el már annyira a figyelmem, ott vagyok, jelen vagyok azokkal a történésekkel, folyamatokkal, tárgyakkal, amivel itt dolgom van. És hát ez nagy változás a számomra, különösen azért is, és meglepett azért is, mert az Anami programot nem emiatt kezdtem el, hanem ez szinte egy ilyen mellék hatásként érkezett meg az életembe. És hát egyre hosszabb ideig tudom már így a figyelmem megtartani a dolgokon. Egyre inkább azt veszem észre, hogy én irányítom, és én vagyok az ura a figyelmemnek, a koncentráló képességemnek. És én úgy gondolom, hogy ez a folyamat, amit az Anami program segítségével végig tudunk menni, ahol a régi fájdalmak le tudnak oldódni, amik állandó feszítettséget, feszültséget, fájdalmat okoznak, még akkor is ezek nem tudatosak, de ez egy állandó aktív jelleget adnak így a működésünknek. És ahogy így találkoztam ezekkel a blokkokkal, illetve ezekkel az energiamintázatokkal, és igaz, hogy tisztulási tünetek formájában, fájdalom formájában, de azáltal, hogy így találkozom vele, vagy találkozunk vele, azáltal tudnak ezek a blokkok leoldódni, és megtapasztaltam, hogy milyen fájdalmak vannak, régi dolgok sérülései a csípőm, a kerescsontom környékén. És ahogy ezek le tudtak oldódni, egyre inkább éreztem azt, hogy ez a feszültség, ami állandóan ural, kezd csökkenni, aláhagyni és lassan elhagyni. És ugyanígy találkoztam azokkal a félelmekkel, fájdalmakkal, sértettségekkel, amit a szívemben hordtam, és ahogy ezek is tisztulnak ki, érzem, ahogy egyre nyugodtabbá válok, egyre koncentráltabbá, lehiggadtabbá, tehát egyszerűen egy más állapotba, egy más minőségbe kerülök, és tudom, hogy ezt mind, tehát fejből, gondolatok révén nem tudtam volna megoldani, mert már erre is volt példám, és kerestem megoldásokat, de nem tudtam fejben tartós eredményeket elérni. És amit még észrevettem, hogy egyrészt a régi fájdalmak kitisztulása mellett
segít abban is, hogy a harmadik szem területe, ahol a figyelem, a koncentráláson, hogy ez a területem is kezd felszabadulni, életre kelni, és ezáltal a fókuszáltság a dolgokra, a tevékenységre, vagy más emberekre egyre erősebb, egyre hosszabb ideig tudom ezt megtartani, és ez nekem nagyon nagy dolog. Különösen az egész életemet meghatározta ez az állandó vibrálás, aktivitás, feszültség és dekoncentráltság. Úgyhogy ez számomra nagyon nagy élmény. És hát nem csak a gyakorlás segített abban, hogy ehhez az állapothoz eljussak, illetve egyre közelebb kerüljek, nagyon sokat segítettek a kristályaink, amik állandóan biztosítják, hogy ezzel a térrel, ezzel az energiával kapcsolatban tudjunk lenni. Én nagyon szeretem a karkötőket használni, ezek állandóan itt tudnak lenni a kezemen, a karomon, állandóan test közelben. És nagyon szeretem a vizeket, a csakra vizeket. És ezek közül is, mai napig is kifejezetten a harmadik szem vizet szeretem fogyasztani, amikor már így nap végén esetleg fáradtabb lennék, nehezebben tudok koncentrálni. És tényleg azt tapasztalom, hogy ahogy elfogyasztom ezt a vizet, rövid időn belül érzem, hogy ez a felső területem, ami esetleg így fáradna, vagy húzna lefelé, mintha megnyílna, kipattanna, és sokkal jobban tudok figyelni. Nagyon szeretem a CD-ket is használni, amik segítenek abban, hogy egy ellazult, nyugodt állapotban kerüljek, és maradjak is hosszabb távon. Illetve még nagy segítség volt annak idején, amikor a Karma Killer könyvet elolvastam. Említettem már, hogy iskolásként nagyon sokat bántottam magam, és leértékeltem magam, mert nem tudom azokat a teljesítéseket hozni, mint amit elvárnak, vagy esetleg mások. És a Karma Killer könyv nagyon segített nekem abban, hogy ne bántsam többet magam. És hogy rálássak, hogy ez nem azért volt, mert én rossz voltam, vagy rossz vagyok, vagy bármit rosszul is csináltam volna. Itt egyszerűen ezek a fájdalmak, ezek a sérülések, ezek az energiamintázatok, amik uralnak minket, ők irányítják az életünket. De azzal, hogy az Anami programban gyakorlunk és használjuk ezeket az eszközöket, el tudunk köszönni ezektől a programoktól, illetve olyan változások történnek, hogy hát át tudjuk venni az irányítást, vagy a felügyeletet. De inkább jobban használnám azt a kifejezést, vagy azt hiszem inkább azt helytállóbb, hogy el is tűnnek az életünkből ezek a stresszet okozó blokkok, és nem is kell, ami felett átvegyük az irányítást. Úgyhogy nagyon ajánlom mindazoknak, akik szeretnék magukat nyugodtabbnak érezni, szeretnék, hogyha nagyobb lenne a figyelmük, a koncentráló képességük. És ez természetesen mind felnőtteknek, mind gyerekeknek nagyon ajánlott. Én azt látom itt a mai világban, hogy bizony itt a gyerekek is olyan prés, olyan nyomás alatt vannak, és annyi fájdalmat, feszültséget cipelnek magukkal, hogy nagyon, nagyon jó lenne, és nagyon rájuk férne, hogy ezen a téren változás történne az életükben. De várunk mindenkit, akik változást szeretnének, magasabb energiaszintre szeretnének jutni. Hogy gyertek és gyakoroljatok velünk, mind a budai, mind a pesti iskolában tudtok jönni, és várunk benneteket nagy-nagy szeretettel. Köszönöm, hogy meghallgattatok, és minden jót nektek. Sziasztok!